Jó estét kívánok, és akikkel együtt jó estét kívánok, Lendvo Ildikó, Horváth Zoltán és Komlódi Gábor, Jó köszönöm, estét. hogy eljöttetek. Kezdjünk egy, hát tényleg itt mondtam Simon Andráséknek az imént, hogy ez egy ilyen krimibe, akciófilmbe illő jelenet, ahogy elképzeljük, hogy Magyarországon, Budapesttől nem messze lekapcsolnak orosz fegyverkereskedőket, akik a mexikói drogkartel embereivel fegyverekről tárgyalnak. De hát ez nem egy film, hanem ez egy valóság, és elég hosszú folyamat végén, most lehet, hogy a diplomáciai probléma is lesz belőle, mutatjuk az első témát. A Direkt 36 írta meg, hogy egy amerikai fedett akció keretében Magyarországon őrizetbe vettek két orosz fegyverkereskedőt. Az Egyesült Államok többször is kérte, hogy nekik adják ki a fegyvercsempészeket, de az Orbán kormány végül úgy döntött, hogy Moszkvának adja ki őket. Az Egyesült Államok külügyi szóvivője a hvg.hu érdeklődésére azt a választ adta, hogy az Egyesült Államok csalódott a magyar kormány döntése miatt. Továbbá hozzátették, Magyarország döntése kérdéseket vet fel az elkötelezettségéről az Egyesült Államokkal való bűnüldözési együttműködése iránt, és emiatt mind az Egyesült Államok, mind Magyarország, mind a világ polgárai kevésbé vannak biztonságban. Na, ezek voltak a szikártények, de tényleg egy picit azt javaslom, hogy akár csukjátok be a szemeteket, meg a nézők is otthon, mert felolvasom az első bekezdését ennek a cikknek, mert az úgy oda helyez minket az események közepébe. A két orosz fegyverkereskedő még egyszer utoljára körbevezette a mexikói drogkarteltől jelentkező vevőket a Budapest melletti raktárban. A bemutatott fegyverek jó része a magyar honvédségtől származott, és egyértelmű volt, hogy mire akarják a drogkereskedők használni őket. A kartel emberei eleve azzal keresték meg az oroszokat, hogy Mexikóban gond van az amerikai helikopterekkel, zavarják a csempészetet. A főként New Yorkba irányuló kokain szállítmányokat nem csak a rivális bandáktól, de az Egyesült Államok hatóságaitól is meg kell védeniük, és ezért akartak maguknak fegyvereket vásárolni. Panyi Szabolcs cikkéből idéztem, szóval itt nagyon-nagyon világos a képlet, nagyon világos, hogy kik a jó fiúk, meg kik a rossz fiúk, és az igazságügyi minisztérium pedig azzal indokolta, hogy akkor annak az országnak adtuk ki, amilyen állampolgárságúak az emberek. Ennyi volt a válasz, mert az oroszok is kérték, meg az amerikaiak is. Ez jogilag milyen ez a válasz? Jogilag helyén van ez a válasz, nyilván egyébként tényleg a kiadatás, mint olyan, az, hogyha garantált, hogy ugyanazért a bűncselekményért ott helyben számon lesz kérve, és lefolytatják vele szemben a büntetőjárást, akkor ki lehet odaadni, bár ugye a baltás gyilkosnál láttuk, hogy ez nem így történik minden esetben, de azért feltételezzük, hogy Oroszország az nem ilyen, de ugye nekem több kérdésem is van ezzel az ügyel összefüggésben. Az egyik az az, hogy hogyan lesz a magyar honvédség leseletezett fegyvereinek tulajdonosa két orosz mafiózó. Ez számomra teljesen értetetlen. Ráadásul úgy, hogy ugye ebből az előbbi felolvasásból az a rész kimaradt, hogy konkrétan az volt a megrendelő, ugye a CIA volt a megrendelő, amennyire emlékszem, konkrétan az volt az kérés, hogy olyan fegyvereket adjanak el, amivel az amerikai helikoptereket, amelyekkel a drogkartelek felszámolásával igyekszik az CIA, azokat semlegesíteni lehet. Tehát tudva levőleges volt ez a történet, és amennyire én azt a cikket olvastam, ugye a tek is részt vett ebben az akcióban, és közösen fogták le őket. És ugye van még egy szerintem érdekes része ennek a dolognak, ugye az Egyesült Államok úgy nyilatkozik, hogy nem tudom, hogy szomorú vagy csalódott, igen, hát majdnem ugyanaz. Ebből látszik, hogy jogi eszköze nem nagyon van, azonban a háttérben viszont ez egy nagyon rossz üzenet, például azoknak a magyar titkos ügynököknek, akik fedett munkát itt ott végeznek, és össze kéne dolgozniuk, például amerikai vagy a szövetségi rendszerben velünk együtt hasonló módon gondolkodó társaikkal, ott ez nagyon nagy bizalomvesztést eredményez, és a munkájukat ez nagyon ellehetetleníti, és ez hosszú távon valóban, és ebben igaza van az Egyesült Államoknak, amikor azt mondja, hogy a személyes biztonságunkra kiható tényező, ez a mi személyes biztonságunkra is hosszú távon meggyőződésem szerint kihat, hiszen a munkájuk rovására megy. És ne felejtsük el azt, hogy Oroszország ebből a szempontból nem semleges és pártatlan terep, ahol olyan nagyon lehet bízni az ilyen ügyek elbírálásában, ha nem is az azerbajdzsáni szélsőséges képlet, de hát 50 példát tudunk, ahogy Oroszország az Egyesült Államok belpolitikájába belemászott és belemászik folyamatosan. Én tehát nem tenném ide a rozsdásbököt, hogy olyan nagyon igazságosan ezeket lesittelik hosszú
időre. Az ég tudja különben is, hogy milyen egyéb titkosszolgálati támogatás van a fegyverkereskedők háta mögött. Azért azok nem mindig csak magán, amatőr tevékenységet folytatnak. De ami számomra a leglényegesebb, a jogi problémák mellett, vagy azok fölött. Itt a világban megint kibontakozóban van egy NATO-Oroszország konfliktus. Hát látjuk, mi történik Ukrajna és Oroszország között. Ebben a pillanatban találja a legalkalmasabbnak a helyzetet a NATO tag Magyarország, hogy ne a szövetségeseivel működjön együtt, hanem annak a szövetségnek az ellenfelével. Hát én már e helyről annak idején is óva intettem Amerikát, amikor... amikor még készültünk a NATO-ba, hogy én megnézném azt az amerikaiak helyébe, meg a NATO illetékesek helyébe, hogy Magyarország, vagy mi történt azokkal a katonai és politikai szövetségekkel, amiben Magyarország az elmúlt 1000 évben részt vett, és én adott esetben azt mondtam volna, hogy sikítva menekültem volna az ilyen szövetségesi ajánlatoktól, de hát ez lehet akár a humor kategóriá is, bár történelmi tényekkel tudom alátámasztani, ugye visszafelé menve a Szovjet Birodalom, a Harmadik Birodalom, a Habsburg, osztrák, ugye, osztrák-magyar monarchia, szóval elég sok minden szétrohadt itt alattunk, hogy úgy mondjam, de nem is ez az érdekes, hanem valóban az, hogy hányféle rétege van ennek a történetnek, amit a Ildikó föl is vetette. Szó sincs, lehet, hogy szó sincs arról, vagy nem arról van elsősorban szó, hogy itt fegyvercsempészek dolgoztak. Itt titkosszolgálatok is dolgozhatnak, hiszen ezeknek a titkosszolgálatoknak Amerika fellazításában jelentős szerepük lehet, például a kokaincsempészetben, azok útvonalnak a kinyitásában, Amerika destabilizálásában, tehát amikor Amerika tőlük azt kéri, hogy adjuk oda nekik ezeket az embereket, akkor ők nyilvánvalóan nem két egyszerű, primitív, mezei fegyverkereskedőt akarnak elkapni, hanem nagyon is sejtik azt, hogy ezek mögött, az emberek mögött adott esetben ott van a szovjet katonai felderítés, vagy bármilyen titkosszolgálat. Ilyen értelemben szembefordulni a szövetségese, és azt mondani, hogy Hungary first, és valamilyen szempontból ugye mégiscsak a kvázi ellenoldali félnek odaadni ezt a két valószínűleg nagyon fontos ember, az üzenetértékű, és ilyen, milyen, akármennyire állítja ma azt a magyar kormány szóvivő, hogy hát mi 8 esetben kértük az amerikaiaktól kiadást, és 7 esetben elutasították ezt. Nem azonosok a súlycsoportok, nem azonosak az érdekek, ezek nem lehetnek hivatkozási alapok. Na, az van mögött, hogy nálunk nem Hungary first, hanem Putin first, és igen, itt kilóg igen, ez a lónád. Egy fél mondattal felvetetted azt, hogy hát itt van egy magyar cég. És hogy ez tényleg érdekes, ez a magyar cég, ez a Pilis Defense System Kft. És ugye az is érdekes, hogy 2015 végén a Párbeszédnek volt egy olyan ügye, amiben nyilvánosságra hozta ennek a cégnek a fegyvervásárlási szerződését. A Magyar Honvédség kivont fegyvereivel kereskedik ez a cég, és pontosan úgy fogalmazott akkor a Párbeszéd, hogy a cég óriási profitot termel mindössze pár millió forint alatt megvásárolt fegyvereken, amik diktátorok és terrorszervezetek kezére is kerülhetnek. Hát és akkor itt van a mexikói drogkárt. Ez egy megérzés lehetett, vagy itt már nagyon vékony égen járunk, de ez mégiscsak furcsa. Nem hogy... tudom, de ugye az azért mindenképpen furcsa, vagy vannak ilyen hollywoodi filmek, amik ugyanezt a történetet dolgozzák, és valóban igazad van, hogy... Tényleg talán olyan, hiszem, hogy mint egy... Nem tudom, mindegy, nagyon rossz a névben olyan, de tényleg van egy aktuális is, amiben egy ilyen fegyvercsempész, de azt álmomban nem gondoltam volna, hogy ezt meg lehet valósítani egy papíron legalábbis demokratikus jogállamban, ami az Európai Unió berkein belül. Általában ezek a filmek mindenféle Afganisztánban, meg egyéb közel-keleten játszódnak, de semmiféleképpen nem Európa közepén. És az, amit említésként tettél az előbb, hogy Budapest mellett, hát ez tökölön a reptéren egy hangárban zajlik tőlünk, itt, akár innen is egy fél órányi autóútra. Szóval ez egy hajmeresztő történet, ha belegondolunk, hogy a fejünk fölött ezek... Az egy más kérdés. Én abban mondjuk hogy is mondjam, azt nem látom olyan szörnyűnek, mert azért a NATO nem az a fajta szövetségi rendszer, mert az inkább katonai jellegű, nem feltétlenül pont erről szól, hogy egy fegyvercsempész, ami nem konkrétan megtámadni akarja az Egyesült Államokat, ilyen esetben együtt kell dolgozni. Inkább arról van szó szerintem, hogy
Ez egy sokkal mélyebb együttműködés. Azért utaltam arra, hogy itt olyan együttműködések vannak ilyen nemzetek között, és az sérül, nem konkrétan az a NATO szövetség. És azért a NATO-ban lenni az érdekszövetségünk egy fontos dolog, hogy oda tartozzunk, bár tudom, lesz olyan hír is, ami mutatja, hogy inkább más irányba keresjük a gyökereinket, és azért azt gondolom, hogy a mai magyar kormánynak nem véletlen, hogy más irányba vannak kitekintése. De hát arra gondoljuk, hogy egy 20 éves gyerek alapít egy céget néhány évvel ezelőtt, és abban a véletlenül két orosz állampolgár bevásárolja magát, és állítólag leselejtezett magyar fegyverekkel... Légvédelmi gépágyúkkal kereskednek. Igen. Tehát szó sincs leselejtezett magyar fegyverek, amire az amerikai drogbároknak szükségük van, azok nem a magyar néphadsereg vagy hadsereg, ugye honvédelemnek a valószínűleg már használhatatlan eszközei. Tehát ez egy abszolút fedő történet. Igen, te most azt mondod, hogy ez az egész egy kreál sztori volt azért, hogy lebuktassák azt, akit le kellett. Olyan értelemben volt kreált, a buli, hogy az amerikaiaknak állandóan kivonnak az antennáig, földerítették ezt a fegyverkereskedő céget, és provokálták őket ügynökökkel, akik amerikai drogbáró ügynökeinek adták ki magukat, és elkezdtek üzletelni. Törökök mindenkiból, érdemes a Direkt 36-ot elolvasni, elnézést, hogy reklámot csinálok itt, de hát joggal. De maga nem csak azért, mert sok érdekes részlet van, hanem 70 nagyon fontos kérdés merül föl, amivel természetesen az ottani újságírók vagy nem tudtak, vagy nem akartak foglalkozni, de hogy a történetnek csak a felszínét kapargatjuk a 100%-ig. Egy utolsó... Nem csak azt szeretem volna mondani, hogy ez egy újabb dimenziót vett fel, amit most bekapcsoltatok. Tehát akkor többek között nem csak Putyin parancsa, vagy az odavaló hizelgés miatt nem adjuk ki ezt a két pofát az Egyesült Államoknak, hanem nem is akarjuk, hogy olyan kézben legyenek kihallgatható állapotban, olyan információk derüljenek ki, amik esetleg a kedvezőtlen magyar sálakat tárják. Mondta, ez lett volna az egyik, amit hozzá szeretem volna tenni, hogy valóban van, tehát, hogyha azt nézzük, hogy az Egyesült Államoknak azok a csápjai azt mutatták, hogy egy szövetséges államban velük szemben úgy tud dolgozni egy társaság, hogy az legálisan bejegyzett cég keretein belül a Magyar Honvédség leselejtezett, de egyébként az, hogy leselejtezett, az ugye az nem azt jelenti, hogy használhatatlan, igen, hanem azt jelenti, hogy a jogszabályok szerint már lecserésre előírt fegyvereit kereskedheti Dél-Amerikában. Ha látod azokat a rakétákat, akkor már képeken, amiket az újság között, akkor láthatod, hogy itt nem használható kívül helyezett vacakokról van szó. Pont ezt mondom, hogy az nem azt jelenti feltétlenül. Én voltam katonatól, hogy az M zárolt készet, az azt jelentette, hogy senkinek nem kell csinálni. Szóval csak azt akarom a dologból, ez az egyik része, ami szerintem borzasztó fontos. A másik pedig azért mégiscsak az, hogy itt van egy titkos, hogy tudom, hogy ezt most a harmadszor mondom, de hogyha mellé tesszük ezt a Gruevski ügyet, ami egyszer csak kiszivárogtatódott, és nem magunktól, tehát nem én tudtam meg otthon, hogy hogy hívták azokat a magyar diplomatákat, és kikísérték végig. Ezt simán el tudom képzelni, hogy az amerikaiak, akik nagy valószínűség ezt az esetet jóval hamarabb tudták, mint hogy ezt a egyébként nagyon színvonalas, nem dolgom dicsérni, egy nagyon színvonalas oknyomozó újságírói munkával megtudhattuk mi, hogy mi történt ezek a fegyverek. Ők tudták, és könnyen el tudom képzelni, hogy ez egy viszont csapás volt, és még ki tudja, hogy hány ilyen lesz. Na, zárjuk le ezt a témát azzal, hogy egy kicsit megnézzük, hogy a nézőink mit gondoltak, mert hogy ez volt a nap kérdése, mai témája. Azt kérdeztük önöktől, hogy önök szerint ennek az egész ügynek, így most, hogy Amerika is megszólalt, lesz-e következménye, és 64% a nézőinknek mondta azt, hogy igen, mert az USA a szövetségesünk és nem Moszkva, és csupán 36%-a gondolja azt, hogy nem csekély súlyú egy ügy ez. Hát ugye alkérdés lehetne, hogy oké, de mi a következmény? Igen. Azon kívül, hogy egy ilyen diplomáciai mondat elhangzik. Vagy hogy lesz-e következmény, és azt mi megtudjuk-e? Tehát ez is egy érdekes kérdés. Igen. No, de akkor menjünk tovább, mert hogy megmutatjuk, hogy mi a nap szava, nem csak szerintünk, bár szerintem ebben egyetértünk, nem csak a nap szava, meg a hónap szava, meg az év szava, lehet az évtized szava is lesz a félretájékoztatás, de az év szavának választotta ezt a kifejezést a dictionary.com, mert hogy a nyelvészek azzal indokolták, hogy fel akarták hinni arra a figyelmet, hogy a félretájékoztatást szándékosan terjesztik, és fel akarták hinni az emberek figyelmét arra, hogy legyenek éberek, és hamis és álhírekkel szemben odafigyelőek. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy pár hete a Krekó Péterék hozták nyilvánosságra azt a kutatást, amiben a különböző konteókat, összeesküvés elméleteket nézték onnantól kezdve, hogy a naptej bőrrákot okoz addig, hogy igaz-e, hogy Soros akarja betelepíteni a menekülteket Európába, és ez utóbbi, ami egy 2-3 éve
két éve van ugye a kormányzati kommunikációban, a döntő többsége, majdnem 80%-a egyetértett az embereknek. Magyarán ezek abszolút működnek, csak kellően hosszan, kitartóan kell súlykolni. Úgyhogy ez nem meglepő, hogy ez az év szava. Viszont inkább beszéljünk arról, hogy hogy lehet ellene védekezni. Vagy hogy ti bedöltetek, kezdjük az, hogy ti bedöltetek-e már fake newsnak, álhírnek. Hát először is én azt gondolom, bocsánat, hogy ezzel kezdek, ugye, hogy az ország egyik fele szerintem ez a legszörnyűbb, amit most mi csinálunk, arról azt gondolja, hogy fake news, uh-huh. Azt gondolja, hogy mi megfizetett soros ügynökök vagyunk, akik meg minket néznek, azok agymosodtak, és aztán ugyanezt gondolja az ország másik fele a másik televízió csatornáról, ami szerintem egyébként rémálom, hogy itt tart ez a társadalom. Szerintem ez így mindegy, ez nem helyes. A másik meg ugye attól függ, hogy mi az, amit el akarnak adni. A soros szerintem azért lehet könnyen eladni, mert az ugyanaz a logika, mint ez a jó és a rossz, ő a gonosz ember, aki miatt minden problémád neked van. És azért ez egy, ha már itt az előbb ez szóba került, hogy a politikához, hogy az emberi természethez valaki ért vagy sem, azért az emberi természet alapja az, hogy mást hibáztat a saját problémáért, és szerintem ha a kérdést innen teszük fel, hogy vajon minden fake news vagy minden álhír ilyen jól eladható, ez szerintem nem mindegyik, mert az egyik évben elhiszük azt, hogy a margarin a halálos méreg, a másik évben meg a vajról gondoljuk azt. Tehát nem minden, és nem ilyen mértékben, de a soros az tipikusan egy nagyon jó gombot nyomott meg az embereken szerintem. Én már dőltem be. Nem kormányzati álhírnek, mert ugye azzal szemben az ember erről az oldalról egy immunitást kialakít. Épp ellenkezőleg valami olyan ellenzéki sajtóba fölröppent hírnek, ami a kormányról vagy talán Orbánról állított valami olyat, sok rossz igaz róla, de az éppen nem volt. És hát pont azóta tanultam meg, hogy az ember a saját szemüvegén keresztül látja a világot, ami beleillik abba a képbe, akár a bűnbakkeresés általad említett hajlandóságába, azt könnyebben elhiszem. Ami nehezebben illik bele, ott tudok védekezni, de hogy lehet védekezni? Hát talán nagyobb a védettség olyan országokban, ahol nagyon sokszínű, nagyon plurális média információi jutnak el az emberekhez, mert ott többfelől tudok tájékozódni. Ahol például vidéken nem fognak minden tévéadást, és így tovább, nem így van, hanem csak a kormányzati hír, illetve félretájékoztató dömping jön, ott borzasztó nehéz a védekezés. Én ősztén megvallom, hogy a szakmámnál fogva valaha ugye újságíró voltam boldogult lánykoromban, és egy dolgot megtanultam, az állandó kételkedést. És ez oly mértékben belém ivódott, hogy még azokat a fake newsokat sem hiszem el, amelyek úgy szívemnek oly végtelenül kedvesek lennének, mert pontosan tudom, hogy ezeknek ez a természete. El akarom hinni. Igen. Annyira utálom, vagy annyira szeretném, hogy igen, valami legyen, hogy az első reakcióm, az újongás, hogy na, ugye megmondtam, és mit tudom én. De ilyen értelemben a világ sajnos, a világ ezt a felét teljesíti Magyarország. Ugye azt szoktuk mondani, hogy fékek és ellensúlyok. Hát a fékek, azok tökéletesen működnek Magyarországon, pro és kontra e tekintetben. Én a magam részéről egyet tudok javasolni mindenkinek, hogy mindent, ami a kezébe esik, azt olvasson el, függetlenül attól, hogy az fake news vagy nem fake news. Ha sokat olvas, ha sokat lát, sokat látja a színét és a fonákját, és sokat látja a körülményeit, akkor sokkal inkább meg tudja ítélni a valóság tartalmát. Emlékezzünk arra, hogy Magyarországon volt egy szabad Európa, hal fogható volt egy szabad Európa rádió, ami bizonyos értelemben ellensúlyát jelentette annak a fake newsnak, amit az ideológia belénk próbált súlykolni. Az embereket ez kétkedővé tette. Én is valószínűleg ebben az időben lettem kétkedő. Ma az internet az a szabad Európa, amire mindenkinek, fiatalnak, öregnek, középkorúnak, értelmiségének és fizikai munkásnak rá kell cuppannia, mert egyszerűen ez az, ma még az a információ tömeg, az a sokszínűség, amiről itt Ildikó is beszélt, amiben ha úszunk, akkor bizonyos értelemben védetté válunk, mert sok hírnek sokféle oldalát, sokféle momentumát tudjuk végigolvasni, végighallgatni, végigelemezni, és uram, bocsa, ha még interaktív be is kapacunk, akkor meg is vitatni másokkal. Ez az egyetlen fegyver, a maga a méreg pedig, ha csak
egy csatornán tájékozódni. Nálunk most egyébként, bocsánat, visszacsatolva erre, ugye ismerve a munkatörvénykönyvének módosítását, lehet nálunk a fékek és nyúznak válik, de egyébként meg azt gondolom, hogy igazad van, és csak azokat a féknyúzokat hiszem el, amiket magam gyártok, úgyhogy ez lehet az alap. Igen, de Magyarországon, azt se felejtsük el, van a féknyúznak egy sajátos alfaja, vagy hasonló célszolgáló változata, a félretájékoztatás mellett a nem tájékoztatás. Igen. Tehát bizonyos információkat, akik valóban nem mindenevők, ahogy most Zoli javasolja, tökéletesen sikerül az ország fele elől eltitkolni. Érdemes megnézni, hogy mi az, amiről a köztévé nem ad hírt. Én azt sem tudom, őszintén szóval nem nézem mindig, hogy a Grujewski neve elhangzik-e, és milyen szövegkörnyezetben hangzik-e. Elhangzik-e, hogy ma például közös ellenzéki vizsgálóbizottságot kezdeményeznek, amit nem enged majd létrehozni a parlament. Megint csak azért, hogy ne jöjjön ki az információ. A félretájékoztatás mellett szerintem Magyarországon ez a másik legdurvább fegyver. Hogy nem kötöm az orrodra, nem mondom el. Na akkor most pont egy olyan bejátszással menjünk tovább, amikor lehet, hogy Novák Katalin valami olyat mondott, amit úgy igazán nem akart mondani, csak belekeveredett egy helyzetbe Baló György műsorában, és elég elképesztő állításokat fogalmazott meg az olyan szülőkről, akik egyedülállóak, viszont gyereket szeretnének. Hát Novák Katalin ezt annyira nem szeretné, mutatjuk ezt a mondatot. Szeretnénk, hogyha a lányaink pedig az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének nekünk. Ezt csak nem 3 éve mondta Kövér László a Fidesz kongresszusán. Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár viszont az RTL Klub hétvégi műsorában Baló Györgynek a legújabb nemzeti konzultáció egyik kérdésére utalva már arról beszélt, hogy a gyerekeknek két szülő mellett kellene felnőniük. Az, hogy valaki azt gondolja például, hogy neki egyedülállóként joga van ahhoz, hogy neki egyedülállóként, anélkül, hogy lenne párja, enélkül neki joga van ahhoz, hogy neki gyereke legyen, és ezt a jogot vívja ki magának, az a gyermek oldaláról közelítve megfosztja őt attól, hogy neki édesanyja és édesapja legyen. Ez szerintem egy olyan helyzet, amikor a gyermeknek az érdekét kell védenünk. Nem tudok egyet érteni Novák Katalinnal, bárcsak minden gyerek egyébként két szülős családban tudna felnőni, de nem ez a helyzet. A legfontosabb dolog az, hogy egy szerető családban, szerető közösségben tudjon felnőni. Személyesen fogok beszélni Novák Katalinnal, hogy kérjen elnézést az egyszülős családoktól, mert én igenis úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját sorsát intéznie kell, mindenki a saját háza táján söpörjön. Szóval ez egy darásfészek, ez érzékelhető volt már a reakcióból is, egy picit szerintem szálazzuk szét. Önmagában a mondat első fele az nagyon erős, amit Novák Katalin mond, hogy egy egyedülálló nő, hogy gondolja, neki joga van ehhez. De a mondat második fele az tényleg igaz, tehát hogy a gyerek nyilván akkor nő föl jól, hogyha édesapja is van, meg édesanyja is. Viszont minden egyes szituációt egyedileg kell megnézni. Nem tudom, hogy kimondhatunk egy olyan tételmondatot, amire mindenki rábólint, hogy ez így igaz, valószínűleg nem. Hát ez egy rettenetesen nehéz kérdés, mert ha arról az oldalról közelítjük, hogy azt állítanánk, hogy egy gyerek csak akkor nő föl egészségesen és boldogan, ha neki anyukája és apukája van, akkor ez nyilvánvalóan így nem igaz. Ha arról az oldalról közelítjük, hogy jobb-e egy gyereknek a mai társadalomban, ha egy épp családban anyuka és apuka van, arra is nyugodtan azt mondhatjuk, hogy igen, tehát ilyen értelemben nincs probléma. A probléma nálam ott kezdődik, hogy Novák Katalinnak erről teljesen jogosan van magánvéleménye. Csak Novák Katalin nem egy magánember, és nem magánemberként nyilatkozik egy ilyen szituációban, hanem az államnak az álláspontját, a nézetét, a koncepcióját közvetíti, és az államnak a koncepciója pedig a legmélyebben belegyalogol az emberi szabadságjogokba, például annak eldöntésébe, hogy adott esetben én kényszerből, vagy vállalásból, vagy azért, mert erre nekem jogom van, most ez teljesen érdektelen, én egyedül is vállalok gyereket. Sokan kényszerűségből vállalnak, és akkor ők mit csináljanak? Ugye tegyük hozzá, mert itt a bejátszóba már nem fér bele, de a híradóba ugye bejátszottuk, hogy az állam egy kicsit skizofrén módon gondolkodik ebben a helyzetben, mert Rétvári Bence meg nem ezt mondja, ő úgy fogalmazott, hogy hát a balliberális média persze csak kiforgatja Novák Katalin szavai, de a lényeg az, hogy ők minden élethelyzetben támogatják a gyerekvállalást. Úgyhogy itt egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Én azt gondolom, bocsánat erről, hogy az elejére visszakanyarodva, amit felvetettél, hogy szálazni a mondatot, vagy a mondandóját, hogy az önmagában az a kérdés, hogy a gyereknek a jogait és a szülő jogait vizsgáljuk,
azt szerintem az lehetne egy legitim vita egy társadalomban. Ugye ez az a vita, amit jogtudósok hosszú évek, évtizedek, századokon keresztül ez az abortusz környékén pontosan ugye ez az a kérdés, hogy a gyerek élethez való joga, vagy az anyának az önrendelkezési joga az erősebb, és ennek vannak emellett pro és kontra érvek. Tehát önmagában ez a része nem lenne probléma. Evel egyfelől az a probléma, hogy ezt nem politikusnak kéne fejtegetni, másfelől pedig az a probléma, hogy ebben a konkrét kérdésben meg szerintem nincs jó megoldás, sokkal hamarabb van az abortusz kérdésével jó megoldás, és két bajom van. Az egyik az, és egy picit mérges leszek. Az egyik bajom az, hogy ha viszont gyerekjogokat említünk, akkor nem az a gyerekjog, hogy egy miniszter vagy egy államtitkár azt mondja, hogy egyébként családok éve van és támogatjuk a gyerekeket, hanem azt kéne mellé rakni, érdemes megnézni, amikor most a gyerekek világnapja alkalmából ugye a parlament felsőházában a gyerekek voltak ott és tartottak ülést, és rémisztő számokat mondtak gyermekéhezésről és egyebekről, meg gyermekszegénységről. Ezzel kéne foglalkozni, azzal kéne foglalkozni, hogy ma Magyarországon, hogyha valaki nem tudom, Borsodba vagy Kazincbarcikán születik, akkor jóval kisebb eséllyel indul az életbe, arról már nem is beszélek, hogyha mondjuk cigány vagy más hátrányos helyzetű családból jön, vagy kisebbségből, arról már nem is beszélek, de egy dolog nekem nagyon fontos, ami nekem nagyon tetszett, amit a Felkomban mondtál, hogy belekényszerült, vagy hogy nem biztos, hogy ezt akartam. Szerintem itt az történt, persze jó erről beszélgetni, mert el lehet csapni az ostort rajtuk, hogy milyen zöldségeket tudna beszélni, de szerintem itt az történt, hogy meg kellett volna védeni azt az egyébként teljesen ostoba kérdést, ami ugye itt a nemzeti konzultációban szerepel, és látszik is, hogy egyébként jól kommunikál és jól nyilatkozik, de topogott magába egy mondatba háromszor, négyszer ugyanazt. Igen, mert hogy ennek volt egy olyan előzménye, nem is tudom, talán 24.hu írta meg bővebben, hogy úgy valamire célozgatott, és akkor valahogy, hogy ugye kiváló riporterként ráérzett, hogy akkor mondja már ki egyenesen, hogy mire gondol, és utána jött ki ez a mondat. Ahogy mondod, egy kényszerhelyzetben itt a Fidesz kommunikáció azért lából lőtte magát. Hát gondoljuk végig, 300 ezer, ha jól olvastam, egyedülálló szülő van az országban, akik több mint 500 ezer, tehát több mint 500 000 gyereket nevelnek. Ez a mondat azt üzeni a 300 ezer szülőnek és a 500 000 gyereknek, hogy te defektes vagy. Mert ugye mi másért mondja azt, hogy nincs joga, nem is az ő dolga megítélni, az egyedülálló anyának gyereket vállalni, hanem abból a meggyőződésből, és erről tényleg lehet vitatkozni, hogy az akkor nem egy komfortos helyzet, hogy az rossz, az egy sérülés, az egy selejt történet. Igen, de ő azt ki is mondja, hogy megkülönbözteti azt, hogy valaki vállaltan egyedül vállalja, vagy özvegylet, vagy elvált. A végeredmény szempontjából mi a különbség? Hát a végeredmény szempontjából egy egyedülálló szempontjából. Mi ez semmi különbség. Azt mondom, hogy gyerekjog, és ezt végigvezetem logikusan, elnézést. Akkor ezzel azt mondja, hogy már elnézést, akinek így lesz gyereke, akkor el kell venni tőle a gyereket, mert a gyerekjogot kell elsőbség, és akkor ő teljesen, hogy mondjam, a gyerekjog ellentet. Tehát majd, hogy nem vagy, azt mondja... Vagy, mint a HVG publicistája írta, kap egy férjet. Ez volt a másik megoldás. Milyen jó, hogy segítettél, mert akkor nem loptam el senkinek tudatlan, mert nem olvastam ezt a szöveget, mert ez lett volna a vége, hogy akkor kényszerházasságba belenyomjuk a szerencsétlen anyát, mert neki ugyan joga volt megszülni a gyereket, de nincs joga egyedül. Igen. Egyébként, amit mondtál, nekem is ez ugrott be, hogy amikor családok éve van meg, demográfiai robbanást akarunk elérni, mindig ilyen ideológiai kérdésekbe futunk bele. Miközben mondjuk mai friss hír, ugye, hogy a Honvéd Kórház koraszülött osztálya bezár, mert nincs elég alkalmazott. Nekem például elég, hát szóval, hogyha a kérdést megnézzük, nem tudom szó szerint idézni, mert valamiért az agyam jó, okos dolgokat sem képes megjegyezni, de az ilyet meg különösen. Igen, de ott az a kérdés, ott nagyjából arra vezethető vissza, hogy a kormány legitimál, vagy nagy valószínűséggel elsőprő igen lesz rá a válasz, hogy akarja-e ön, hogy egy gyerek apával, anyával, nagypapával, nagymamával, kandalóval, kismacskával, nem tudom, mivel nőjön föl. És ez az egész, az elmebeteg kereszténységnek mondott valami csodával van leöntve, ugye, és ezt meg szegény nem tudta mondani a tévé, hogy hát ez azért van föltéve a kérdés, mert mi azt gondoljuk, hogy keresztény országban jön, mert ez meg nem igaz. Mert a magyarok egyébként nem abban a bibliai értelembe vett keresztények, mert fogalmuk nincs róla, hogy mi történt pünköstkor, sejtelmük nincs róla, hogy most akkor húsvéti nyuszívan vagy feltámadás, nem tudják, de nem is baj ez, ilyen running sushi kereszténység van, hogy amit tetszik, azt leszedjük az asztalról, ami nem tetszik, az meg de a soros. De mondjuk arra azért kíváncsi lennék, hogy ezt így a habony művekből elküldték postán ezt a konzultációs kérdévet, hogy na, ezt kell majd most, nem tudom, 3 hónapon keresztül megvédeni a médiában. Valószínűleg ez lehetett az ok. És ne felejtsük el, hogy itt van a bajnak a gyökere, hogy ők egy ilyen ideológiai proxusztész ágy
lábban, tehát hogy vagy hosszabb vagyok, vagy rövidebb, és akkor levágják a lábam, vagy ki tudják, akarják belehelyezni a létező sokféle családmodellt. Ez nagyon sokféle és tökéletes gyereket nevelt már egyedülálló szülő, és biztos neki ez nagyobb gondot és terhet jelenteni. És az is nagyon jó, ha 4 nagypapa és 4 nagymama van, de nagyon sok családban ez nincs meg, ott mégsem mondom, hogy akkor ez a tökéletlenség. Ne tessen ebbe beleszólni, az élet produkál, és ha ott nehézséget produkál, akkor tessenek segíteni rajta, és ne ítélkezni. Na, haladjunk, hogy eljussunk a kedvenc témádhoz, ez a bizonyos szobor, 74 millió forintból, mert hogy ez most a nap száma, ahogy látják is, igen, ez az a szobornak a képe, ami majd elkészülhet, Vácon láthatják majd élőben, ha minden igaz, az már biztos, hogy ez a 74 millió forint rendelkezésre áll, mert hogy a magyar közönyben meg is jelent, hogy a kormány ennyit szán erre az alkotás, ez Attila király lovas szobra lesz majd, és egész pontosan az alkotó unokája kereste meg a Váci hivatalt azzal, hogy ezt soha nem állították még fel, de felajánlja, hogyha találnak neki helyet. Van ezzel gond szerintetek? Hát engem az nem zavar, hogy lesz egy Attila szobor is. Két dolog zavar, ha véletlenül olyan ronda lesz, mint ahogy ezek az ideológikus szobrok szoktak lenni, de ez egyébként egy a maga korában ismert és elismert művész volt, tehát bízunk benne, hogy már inkább első világháborús ősi emlékműveket. De bízunk benne, hogy ez egy jó szobor. Az zavarna, mint ahogy a Tisza István szoborban is nem csak Tisza István zavar, hanem hát, hogy borzadály. A másik, ami zavar, az ideológiai keret, amiben ez az egész be fog illeszkedni. A rettenetes türk-hun-magyar rokonságnak ez a zagyva áradata, amit ránk illesztenek, akár a kormány határozat, hogy ez megjelent a magyar közlönyben, indoklása is, hogy azért kell, na most aztán semmi se jobban, mint az Attila szobor, mert még egyszer mondom, legyen. Elkötelezettek vagyunk a magyar kultúra és a nemzeti hagyományok megerősítésében. Igen. Tehát inkább engem ez az ideológiai limonádé zavar, amivel leöntik azt a szerencsétlen szobrot, hát különben legyen Attila szobor, miért ne? Nehéz dolog. A szobor, ha esztétikailag nézem, klasszikussal, vagy klasszisokkal jobb, mint a Madástéren fölállított Sziszi királynő borzalom. Nem kunst. Igen, tehát ilyen értelemben, hogy a hősi múltat keressük, akkor szobor szempontjából ez többet elmond arról a figuráról, amiről ugye meg akar emlékezni. 72 millió, sokat gondolkodhatunk, ugye, és lehet jó demagogizálni, hogy még mi mindenre el kellene költeni 72 milliót, de hát ha szimbolikusan nekünk szükségünk van erre a múltra, akkor adott esetben még ez is rendben van. Én sokaltam például a szeúzó kincsekre elköltött pénzeket, mert nem egészen tudom, hogy ez mennyire a magyar kultúra része, mint ahogy nem egészen tudom, mennyire a magyar kultúra része a hun-türk, nem tudom én micsoda, Krisztus népe eredetmondák. De hát meg csak azt mondom, hogy ez az a nagyságrend, amit egy kormány elszórhat, miközben pontosan tudjuk, hogy mennyi mindent és mennyivel többet szór el, sokkal lényegtelen gondolva. Ilyen értelemben talán nem is a Váci vár elé, hanem a Felcsúti stadion elé kellene ezt a szobrot állítani. Úgyis úgy hallottam, hogy Orbán Viktor szegény felesége utálja a stadion, mert a konyha kilátását az zavarja. Hát ezzel a szoborral valamivel lehetne javítani a helyzetet. Nekem az sokat elárul, valóban én is megnéztem azt a kormány rendeletet, és az, hogy a miniszterelnökiről, a felelős, nem tudom, miniszter, határidő azonnal jó, nyilván ezek bevett gyakorlatok egy ilyen határozatnál, de mégis olyan jó, vagy érdekes látni, hogy egy szobor ennyire fontos. Én azt gondolom, hogy nekem egyfelől az egyel nincsen bajom, csak én azt látom, vagy attól tartok, hogy egyszer csak azt fogjuk látni, amit ugye itt vas ügyben is látunk, hogy egyszer csak tele lett az ország ilyen szobrokkal, mert ez lett a divat olyat olvasni, meg olyat nézni, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon ügyesen csinálják, mert én azt gondolom, hogy ma már a határon túli szavazatokkal nem lehet megtartani, ma már csak sorossal nem lehet megtartani a hatalmat. De Vas Albert szobrokkal meg lehet, igen, meg a hunmondákkal meg igen, lehet. Igen, mert újra definiálják magukat, és ők azok, mert szépen, én szerintem az, hogy például a nemzeti alaptanterv megváltoztatása, az, hogy ma
Tehát az, hogy először a tudományos világot megváltoztatom olyanra, hogy azt mondják, amit én gondolok a világról, ennek megteremtem az ideológiai feltételeit szobrokkal, mondákkal, egyebekkel, gyökerekkel, hagyományokkal, és utána pedig megengedem, hogy ezt tanítsák az iskolába. Aztán visszavonjuk, mert ugye az most egy más kérdés, hogy... Én leszek az, aki ennek én leszek az, akinek ennek a legitim képviselője vagyok, és az ellenzék az állandóan csak majd fut azután, hogy ő is megteremtse saját magát. Szerintem ezt jól csinálják, és nagyon gyönyörű. Jó, nem, én azt hiszem, hogy a polgár, jó magam is, azt kell, hogy nem tojik erekre a vas szobrokra. Gyakorlatilag nem hiszem, hogy egy embernek a világképét egy ilyen szobor képes lenne megváltoztatni. Valószínűleg néhány... Nem, tényleg az, hogy a mi Facebook ismerőseink háborognak ezen nagyjából, nem? Néhány kurzus művész kitűnő üzletet csinál, ahogy annak idején a Lenin fejekből, meg a Stalin fejekből, meg a mit tudom én. Ezt láttátok, hogy van Orbán Viktor, így van, hát szórják. És lehet választani ezüstöt, aranyat, bronzot, fehéret, ami tetszik. A bronz az drágább, az 14 000. Oké, csak én akkor értenék veled. A mélységében tájékozom. Egyébként a kurzus művészekről jut eszembe, én csak attól félek, mert ez a 72 millió persze sok pénz, de nem költségvetési méretekben. Előbb-utóbb megjelenik egy közbeszerzési pályázat, ami 700 millióért kiönteti majd Isten kardját is mellé, és hogy azt Mészáros Lőrinc fogja akkor megnyerni, azt tudni. Én egyébként akkor értenék egyet, hogyha nem gondolnám azt, hogy nincsen ekkora jelentőség annak, hogy az embernek adnak identitást. De borzasztó fontos. És ezt ők tudják csinálni, és ez ennek része. És akkor lenne igazad, hogyha a Vas Albert ügyben, hogyha te ezt elmondanád egy nem ebben a körben, például akár olvasva Vas Albertet, és néhány, én egyszer összegyűjtöttem, és nagyon nagy felháborodást okozott bizonyos Facebook baráti körbe az, hogy összegyűjtöttem, amit én konkrétan hűtőmágnes bölcsességeknek tartok azokat a mondatait különböző helyekről, akkor én hazaáruló lettem. Holott egyszerűen nem vele van bajom, hanem irodalmilag kritizáltam, amennyire persze én éltek az irodalomhoz, de még azon szinten is sikerült. Szóval, hogy ha akkor lenne igazunk azt állítani, hogy ez nem hat az emberekre, hogyha ezt amikor te most mondod, akkor ennek az adásnak a YouTube alatt nem lesz majd odaíró, hogy miatt hazaáruló vagy. Én akkor erről beszélek. Hát, ahhoz már hozzá vagyunk szokva. Ahhoz persze hozzá vagyunk. Igen. Na jó, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy lehet, hogyha tehetné a kormány, akkor megrendelni azt, hogy milyen az ideális családmodell. Hát Kínában már közel járnak ahhoz, hogy majd esetleg megrendelhessék a gyerekük génállományát is az ott élők, mert hogy a hírek szerint megszületett az első manipulált génállományú csecsemő. Mutatunk egy rövid összefoglalót erről. Egy kínai kutató állítása szerint a kísérleteit felhasználva sikerült világra hozni az első génmanipulált csecsemőket. Úgy véli, óriási áttörésről van szó, hiszen a technikának köszönhetően olyan emberek születhetnek, akik ellenállnak például az AIDS vírusnak és sohasem öregszenek meg. Az ilyen típusú génszerkesztés a világ számos országában, így az Egyesült Államokban is be van tiltva, ami érthető, hiszen a módszer számos etikai kérdést vet fel. A kutató elmondása szerint érzi a beavatkozásnak a felelősségét, de ahogy fogalmazott, majd a társadalom el fogja dönteni, hogy engedélyezi vagy tiltja ezt a módszert. Az ügy tekintetében a kínai tudós kritikusai is megszólaltak. Szerintük a génmanipuláció még gyerekcipőben jár, így túl veszélyes embereken is kipróbálni. A Pennsylvania Egyetem egyik génszerkesztő szakértője úgy véli, sem morálisan, sem etikailag nem védhető a kísérlet. A Harvard Egyetem egyik híres genetikusa viszont védelmébe vette a kínai tudóst, szerinte a növekvő közegészségügyi fenyegetések okán igazolható a kísérlete. Egy sokadik kínai tudós meg azt mondta, hogy ez klasszikusan a Pandora szelencéje feltárult, és ki tudja, mi lesz a vége. De nyilván, ha meg azt nézzük, hogy milyen betegségeket hogyan lehetne megelőzni, akkor meg erre nagyon sokan rábólintanak. Szerintetek? Hát ugye ezzel igazolták annak idején a náci orvos kísérleteket is, hogy milyen jó lesz majd ez. Nem tudom, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, én nem vagyok orvos, nem vagyok tudós, de ugye pontosan nekem is ez jutott eszembe, hogy egy Pandora szerencéje, hogy mit fog ez elindítani, és ha már jogi kérdés is idevetődik, akkor vajon annak milyen személyisége lesz neki? Lesznek ez személy, hogy egy másodrendű ember lesz, akit úgy gyártanak, mint annak idején talán Dolly, vagy hogy hívták azt a bárányt, azt a bárányt, igen, ugye? Igen. Hogy azért ez lesz-e lelke, hogy lehet-e majd családja, vagy neki is majd a tanács kirendel egy férjet, ha lesz gyereke, mint ahogyan az előbb hallottuk, hogy hogyan lesz, nem tudom. Szóval ez tényleg érdekes, etikai morális. Szerintem ez a jövő. Egészségügyi szempontból ez a jövő. Ott válik életveszélyessé a dolog, hogyha esetleg egy nem demokratikus állam kezd beleavatkozni. Épp ezért a hírben engem nem a kísérlet, vagy sőt az eredmény aggaszt, hanem az, hogy mindez Kínában van, ahol
bármi megtörténhet, mint tudjuk, éppen most fektetnek fel kartotékrendszereket emberekről, az a része aggaszt. De hogy a tudomány erre fog menni, abban biztos vagyok. És igen, és a leglényegesebb az, hogyha belegondolunk, az emberi történelem és tudomány rengeteg etikai határt lépett már eddig is, vagy korábban etikai határnak vélt vörös vonalat lépett át. Ez megállíthatatlan. A napokban olvastam arról, hogy azért fog kipusztulni a banán a földről, valami kórokozó eredményeként, mert nem engedik a génmódosított banánt termelni, ami ellenálló lenne annak az új kórokozónak. Magyarán megmondva, 100 milliók fognak éhezni, akik addig banánt élnek. És erre egyszerű történetekbe kell megérteni. Egy dolgot nem tudunk, és ez a kulcsa a mai helyzetnek, nem a jövőnek, mert a jövő az valóban ez lesz. Hol tart ma a géntechnológia, meg lehet-e ezt már csinálni, tudjuk-e az összes negatív következményt, és számolunk-e vele, és ki tudjuk-e védeni. Ha nem, akkor etikátlan. Ha meg kell teremteni ezeket a feltételeket, de az út az elkerülhetetlen. Hát igen, és amikor itt arról volt, hogy társadalmi vita, ez inkább politikai vita lesz, meg jogi vita. Persze. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is a figyelmet, most nézzék a híradót, szép estét.